Köszöntöm a kedves nézőket! Itt a Borivárban már hagyomány, hogy minden évben átadják a Deák Dénes díjat, a Deák Dénes ösztöndíjat, a Láncos Szegfő ösztöndíjakat. Az ünnepségre pedig mi is ellátogattunk, a következő percekben erről lesz szó az Esti Mérlegben. Szerdán délután a Borivárban adták át a Láncos Szegfő ösztöndíjakat, a Deák Dénes ösztöndíjat és a Deák Dénes díjat. A Láncos Szegfő ösztöndíjat az alapítvány kuratóriuma minden évben azoknak ítéli, hozzátartozó anyagi támogatással együtt, akik az oktatás, a tudomány, a művészet, illetve a társadalom politika terén munkálkodnak. Immár hagyomány, hogy a Királyi Napok rendezvény sorozat keretében adják át ezeket a támogatásokat és elismeréseket. Ezek a díjak a város szellemi és kulturális élet részei. Mindig vannak pályázók, mindig vannak ötletek, mindig vannak elképzelések, amelyek ezt a várost színesítik, ezt a várost gazdagítják, a szellemi élet nagyon-nagyon sok területén nyújtanak valami pluszt, vagy szeretnének valami pluszt adni ennek a városi közösségnek. Mindig vannak visszatérőek, és mindig vannak új díjazottak. Talán ez is azt gondolom, hogy a folyamatossághoz, és akár a kihíváshoz, akár ennek az egész történetnek a szépségéhez hozzátartozik. Próbált azt gondolom, hogy mind a két döntéshozatali fórum a lehető legjobb döntéseket hozni, és biztos vagyok benne, látva az ösztöndíjasokat, díjazottakat, hogy ez sikerült is. Ahol pedig úgy éreztük, hogy hát kéne valamilyen plusz lehetőség, ott próbáltuk az önkormányzati támogatást ahhoz megadni, hogy ezek a lehetőségek is megnyíljanak az egyes alapítványok részéről. Én biztos vagyok benne, hogy azok a pályamunkák, amelyek el fognak készülni, azok valóban ennek a városnak a szellemi életét fogják gyarapítani, illetve olyan dolgokat hoznak létre, ami maradandó, és ami ezt a városi közösséget erősebbé fogja tenni. Engedjék meg, hogy külön köszöntsem és gratuláljak a mi esetünkben, mint alapítvány esetében a díjazotthoz. Nyilván nagy meglepetést nem fogok mondani, de majd a bejelentést valaki más hivatott megtenni. De azért is szerettem volna most az ő személyét még egy kicsit áttételesen, vagy homályba hagyva, nem hiszem, hogy nagy meglepetést fog persze okozni, hagyni, mert amikor beszélgettünk erről a javaslatról, talán a kuratóriumi társaim nem haragudnak meg rám, hogyha azt mondanak, hogy a döntés maga egyértelmű, egyhangú, és ahogy mondani szokták, közfelkiáltásra megszülető volt. De talán sok ok miatt ezt azért érdemes aláhúzni, mert szerintem itt egy nagyon jó példát is állítunk a város közössége elé. Hogy lehet és kell is, hogy legyen egy városi szellemi életében, kulturális életében olyan ember, aki miközben végzi a saját hivatását, ami önmagában is egy szolgálat. De mellett úgy gondolja, hogy nem pipálja ki ezzel azt, hogy a közösséghez, a város fejlődéséhez hozzájárul, hanem van számára egy fontos, szerethető, szeretett terület, ami mellé odaáll, és a maga tekintélyével, társadalmi tekintélyével, presztisével igenis segíti azon a területen dolgozókat hosszú-hosszú éveken keresztül a maga lehetőségeit sok esetben meghaladó módon is. Igen, a mecenatúráról beszélünk, aminek többféle szegmense is lehet anyagi értelemben, de lehet azt gondolom kifejezetten szellemi élet értelemben is, és mind a kettőre ebben a városban szüksége van, és talán egy kicsit hiányát is szenvedjük. Ezért a mostani döntés és bejelentés talán üzenet az ő adott személy köszöntésen túl, és ahogy őt ismerem, ezzel nem megbántódik, ha remélem ebben is azt látja, hogy megint segít ennek a közösségnek, hogy akinek van lehetősége, az azt gondolom, hogy ilyen célok mellé fontos, hogy odaálljon. Ez fontos volt a múltban, a jelenben, és a kulturális élet, a szellemi élet nem maradhat meg ezen tevékenység nélkül a következő évtizedekben, vagy akár hosszabb időt tekintve sem. Úgyhogy ezért is szeretném külön gratulálni, és megköszönni azt a sok-sok munkát, sok-sok évi fáradozást, amit Székesfehérvár kulturális életének gyarapításáért végzett a díjazott, akinek majd a díját át fogjuk adni. Azt pedig, hogy szintén visszaélve a lehetőséggel, hogy a Deák Kuratórium nevében szólhatok, hogy az ösztöndíj tekintetében is hasonló gondolatok fogalmazódtak meg bennünk, hiszen milyen szép dolog az,
hogy nyílik egy kiállítás, és a kiállítással párhuzamosan ehhez kapcsolódhat egy tudományos, egy kutató munka, és ez a kettő adott esetben éppen egy alapítványon keresztül, egy ösztöndíj rendszeren keresztül össze tud kapcsolódni. Megint azt mutatva, hogy talán érdemesebb azt keresni mindig, hogy mi köt bennünket össze fehérváriként, mint adott esetben ennek a másik oldalát. Én azt hiszem, hogy ez is üzenet. És az is, az a lista is üzenet, amit majd Ila föl fog olvasni, és az, ami az ösztöndíjakat fogja jelenteni, a pályamunkákat, amelyek, ha elkészülnek, akkor azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sokan fogjuk azt különböző módon úgymond kézbe fogni, az eredményét tanulmányozni, azért, mert valami olyan érdekes témát dolgoz föl, ami azt gondolom, hogy ehhez a városhoz hozzátartozik, és méltó ahhoz, hogy a Királyi Napok rendezvény sorozata keresztében Szent István ünnep előtt néhány nappal ebben a csodálatos, igazán székesfehérvári környezetben tudjuk ezeket átadni. Idén a Deák Dénes díjat Altóriai András kapta. A kardiológust a Deák Dénes Alapítvány kuratóriuma nem szakmai munkájáért, hanem a város kulturális életében végzett példát adó tevékenysége, művészetpártoló munkássága elismeréseként díjazta. Altóriai András egyetemi évei alatt kedvelte meg a művészetet, azóta jelentős gyűjteményre tett szert, amit kiállításon már bemutatott a fehérváriaknak. Arany János szavai jutottak az eszembe, amit az epilógusban ír, hogy több az érdem, mint a, több a hírnév, mint az érdem. Nagyon jól esik egyébként ez az elismerés, vagy ez a díj. Van egy kedvenc francia mondásom a Larochefoucauld hercegtől, hogy jó téteményeink mögött őrizzük meg névtelenségünket, ez a legbiztosabb szer a hálátlanság ellen. Úgyhogy ezt egy idő óta már gyakorlom. Tehát segíteni és csendben maradni. Mikor kezdődött el önnél a művek szeretete? Hát amikor egyetemista voltam, körülbelül a harmadév folyam környékén, amikor a korbonztani gyakorlatok elkezdődtek, és az egy olyan lelki megterhelést jelentett, hogy muszáj volt valamilyen ellenszert használni, és akkor kezdtem színházba járni, zenét hallgatni többet. Olvasni mindig szerettem, és mindig sokat olvastam. Hát és utána aztán, amikor ide Fehérvárra kerültünk, illetve abba, hogy Fehérvárra kerültünk, abban nagy szerepe volt annak, hogy a sógoromékon keresztül egy baráti kört megismertünk, és olyan kitűnő emberek voltak, akik a mai napig is közöttünk vannak, és akiktől nagyon sokat tanultunk és fejlődtünk. A Pesovár Feri meghalt, a Takács Imre meghalt ebből a körből, de a Kovalovszky Márta és a Kovács Péter házaspár kiállításai, abból mindig nagyon sokat tanultunk. Az Újházi és az Ecsedi Mari haverok, szóval ez a barátok barátai és a barátaink lettek, szóval ez így jött és rakódott. Úgyhogy, hát nem tudom, hát egy kicsit még az élmény hatása alatt vagyok. A Láncos Kornél Szegfű Gyula Ösztöndíj Alapítvány idén rekordszámú díjat osztott ki. Összesen 21 az oktatás, a tudomány, a művészet, illetve a társadalompolitika terén munkálkodót támogattak. A pályázók között van, aki irodalmi forgatókönyvvel készítésére pályázott, de portrékötet, cigány életképek megformázásához is kértek támogatást, sőt, verseskötet, CD-felvétel és tanulmányok is készülnek az ösztöndíjakból. Ez valóban ünnep. Székesfehérvár kulturális életének, közművelődésének, tudományos életének azt hiszem egy rendkívül fontos része a Szegfű Láncos Ösztöndíj Alapítvány, és ez a nap természetesen ünnep, hiszen el lehet ismerni azokat, akik ezért a városért a kultúra, a tudomány, kutatás, zene területén olyan sokat tesznek a városért, hogy azt lehet mondani, hogy Székesfehérvár tele élettel, és én nem győzöm hangsúlyozni azt, hogy Székesfehérvár tele lélekkel, és ezt bizonyítják azok, akik
vagy évről évre rendszeresen pályáznak, vagy akik újak és kipróbálják a Szegfüláncos Ösztöndíj Alapítvány és magukat a pályázatukkal. Nagyon nagy öröm látni nekem a kuratórium elnökének, hogy hát most kiemelkedően nagy létszámú pályázónk volt, ennek megfelelően tudtunk ösztöndíjakat adni a pályázóknak, és ami nekem különösen fontos és örömteli az, hogy sok a fiatal. Nagyon tehetséges fiataim vannak az élet minden területén szinte, én itt elsősorban természetesen az irodalomra gondolok, ahol mondhatom azt, hogy biztosított Fehérvár irodalmi jövője. Azt kívánom nekik, a díjazottaknak is, és akik az most nem kaptak ösztöndíjat, hogy ne felejtsék el, hogy nagyon nagy az ő felelősségük, és nagyon komoly feladatuk, hogy ezt a fantasztikus örökséget, ami nekünk van itt az irodalmi életterületén, azt tovább kell vinni, és tovább kell adni. Ez ennek a napnak azt hiszem az egyik legfontosabb üzenete, és nekünk a legfontosabb célunk, hogy ez így legyen. A Deák Dénes Alapítvány ösztöndíját pedig Gertner Petra művészettörténész kapta, aki a Banovák Vilmos falképeinek kutatása témában pályázott. Én már foglalkoztam a romkertbeli Abanovák, romkertben lévő Abanovák Vilmos szekkóval, de azt nem gondoltam, hogy az egyéb falképeivel ennyire nem foglalkozott a művészettörténet szakma, a művészettörténészek, és hogy... Hogy azt gondoltam, hogy ez egy hiánypótló vállalkozás lenne, és hogy most a kiállítás kapcsán így eléggé beleástam magam én is Abanováknak a művészetébe, és hát nagyon izgalmasnak találtam, hogy elképesztően jó kompozíciókat hozott létre, amivel érdemes lenne foglalkozni, mert ugye mindennel összefügg, tehát a táblaképei, amikből most egy válogatást mutatunk be itt Fehérváron, azok nyilván összefüggésben hozhatók a falképeivel, és akkor ilyen szempontból elkezdtem utána járni, utána nézni ezeknek a dolgoknak, és hogy érdekel ez a téma. És úgy látszik, hogy mást is érdekel a dolog, mert hogy támogatást kaptam erre a kutatásra. Ön szerint egyébként miért fontos, hogy a székesfehérváriak megismerkedjenek Abanovák művészetével, és külön az ő falfestményeivel is? Azért, mert itt Fehérváron három nagyméretű Abanovák alkotás is látható jelen pillanatban. Az egyik az éppen a Csók István képtárban. Ez egy pannó, egy fatáblára készített hatalmas méretű alkotása Abanováknak, amelyre egyébként a 37-es világkiállításon Párizsban megkapta a Grand Prix-t, vagyis a nagy díjat. De ezen kívül a romkertben is, hogy ezt az imént említettem, ott is látható egy nagyméretű falképe, illetve a városházán is látható, éppen a polgármesteri szobával szemben a lépcsőházat díszíti egy falképe. Tehát ez önmagában érdekes helyzet, hogy a városban három nagyméretű alkotásra is látható, illetve valaha volt egy negyedik is, amelyről viszont nem nagyon tudnak a fehérváriak. Erről csak adattali levéltári anyagokat lehet megtalálni, ez a Vitézi székházba készült, és az épület átépítésekor ez az alkotás ez teljesen elpusztult. Illetve a két fehérvári alkotás, ez pedig politikai tartalma miatt a világháború után, a 40-es évek végén akkor lemeszelték ezeket a falképeket, de egyébként nem minden Abanovák falképet tüntettek el, például a Városmajori templomban, a Jászent Andrási templomban, tehát az egyházi munkáit azokat nem meszelték le, azok az elmúlt érában is láthatóak voltak. És ezt egyszerűen érdekesnek találtam, illetve hát valóban fehérváriként ezekről érdemesnek gondoltam, hogy érdemes lenne ezeknek utána járni. Kedves nézőink, ez volt már az Esti Mérleg. Én köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is, viszontlátásra!